És itt lehet látni, ahogy a folyó folyamatosan apad lefelé. A rétegződések szépen kirajzolódnak itt a homokos partján. Különböző ilyen 1, 2, 3, 4, 5, 6, hát legalább 8 réteget megszámoltam. Itt egyébként tiszta a víz. Mondjuk fürdésre alkalmas lenne, ha a levegő hőmérséklet is olyan lenne. Azt lehet nézni, hogy a szlovák oldalon ki van szedve a part, tehát ottan ilyen meredek nagyon, és a mi oldalunk, a magyar oldal pedig ilyen lankás, tehát mondjuk, hogy itt kényelmesen be lehet menni egy fürdésre. Ezen az oldalon is mondjuk mélyül, de nem annyira hirtelen, mint ott. Nem tudom a mélysége mennyi lehet, de egy olyan 2 méter minimum. És ebbe az irányba fogunk majd tovább menni, a folyás irányába. Itt is lehet látni, hogy a folyó munkálkodik itt a vízpartján, és különböző ilyen bemarásokat végzett itt a vízparton. Na, akkor indulok is tovább. Egyébként meglepően tiszta a vízpart. Kicsit itt egyensúlyoznom kell. Nem is látok itt csupán csak egyetlen egy ilyen flakont. Hát mondjuk ebbe az oldalba már jobban van, de nem úgy tűnik, mintha a víz hozta volna, inkább csak eldobták az emberek. Na, ügyesen föl kapaszkodtam itt a parton, és akkor már is indulunk tovább. Szép virágot találtam itt, valami gyönyörű a maga nevében. Szép egészséges növény, ilyen árva, csalán féleség, de olyan, mint valami nemesítettebb fajtája lenne neki. Itt az Ipoly partján úgy látom sok ilyen van, úgyhogy lesz még szerencsénk hozzá. Maga a környezet ilyen háborítatlan. Hát az az igazi vad rész. És ilyen kövek vannak a folyóba. Kőrakások. Talán a jegesedésnél csillapítja a folyónak a, tehát hogy jobban ne károsítsa a vízpartot, mert ott lesz a távolban majd a duzzasztó, és próbálják azért ugye a vizet szabályozni. Az a duzzasztó az még magyar rész? Vegyes, tehát fele magyar, fele szlovák. Úgyhogy erre, ahogy megyünk tovább, elméletleg oda kell majd érni. Nem tudom, hogy azt őrzik is egyébként, vagy ki tudja. Nem tudjuk, hogy lesz-e ott valaki. Oda megyünk, majd mindjárt megtudjuk, hogy mit szabad és mit nem. Nem lehet így a filmen át érezni az illatokat, ugye? De gyönyörű virágoznak itt a körülöttünk lévő bokrok. És nagyon kellemes ilyen tavaszi illatot lehet érezni az egész utunk folyamán, ahogy itt sétálunk. Arról nem is beszélve, hogy a madarak milyen szépen énekelnek itt a környező faágakon. Mondjuk felemelt kézzel kell közlekedni a csalán miatt. De egy ilyen túrán ez azért simán belefér. Tamás nem azért tartja fel a kezét, mert megfenyegettem. Hanem csak a
csalántól védi magát. Viszont hallgassuk csak a madarakat. Ez már nekünk köszönt. Bár a környezet nem 100%-osan első rangú, de kihagyhatatlan azért, hogy megmutassam a lila virágszőnyeget, ami itt körülvesz minket. Csak azért mutatom, hogy látható legyen, milyen szép helyen vagyunk. A környezet persze rácáfol. Valami szép nagy madár szállt ott, az előbb láttad? Sirály. Mondjuk nem gyakori ezen a részen, de vízpart van. Nyilván hal is van, mert hogy a sirály az ilyen ragadozó madár. Úgyhogy én már csak annyit láttam belőle, hogy egy ilyen fehér szárnyú valami elsuhant. Azért mondom, csak nem akartam kiabálni. Mondjuk itt egy kicsit szemmel láthatólag eltértünk a tanapsfénytől, de hát nem kell nekünk mindig a kiárt úton menni, mert hogy még szeretünk mindig ilyen külön utakon járni, úgyhogy el nem tévedtünk, mert az ipa itt van mellettünk, csak nem látni. Illetve ha erre mennénk, arra valami irányított út van, de az nekünk túl szabályos lenne, úgyhogy megyünk tovább itt a dzsindzsásba. Mondjuk ez is egy ártér, szerencsére most nem vizes, úgyhogy, mert egyébként még a gumicsizma is kevés lenne. A mellettem lévő bokrok, ezek meg kökények lennének, csak ők már elvirágoztak, aztán arról már lemaradtunk. Na, elérkeztünk ide a gáthoz. Az ipolynak a duzzasztó gátjához. Aztán majd meglátjuk, hogy mit látunk meg. Egyelőre a zsilipek föl vannak nyitva. És meglátjuk mindjárt, hogy milyen is ez a gát. Kicsit lejjebb merészkedek. Ez a magyar oldal. És hát eléggé lent van most a víz. Van ott egy átjáró, illetve három ilyen kapu. Igazából túl sok mindent nem tudok mondani róla. Elméletileg most annyira alacsony a víz, hogy még csónakkal sem lehetne átmenni rajta, mert megfenekelne. A középső rész ott pedig valami örvényt okozna. És a túloldal már az a szlovák rész. Kicsit arrébb jöttem a zsiliptől. Egészen pontosan nem is tudom, hogy hol vagyok, de talán még Magyarországon. És itt az egyértelmű határkő. Hát most állok Magyarország és Szlovákia határán. Kicsit körbejárom. Inkább így fordulok, mert innen jobb a hang, meg a kép minősége is. És itt pedig egy birsalma virágzik a szlovák oldalon. Most állok a határon. És akkor
akkor még egy utolsó pillantás az Ipolyra. Ez már nem magyar oldal. És innen is rátekintünk akkor a duzzasztóra. Itt az Ipolynak. Érezhető és meglátható is a vízen, hogy fúj a szél. Kis kellemes beugró. Végig fűzfák övezik a mindkét partját. És elméletileg ott egy jó kis fürdésre is alkalmas lehet a víz, amikor kánikula van. A túlpart az pedig ugye Szlovákia. És megyünk itt a magyar oldalon. És itt van egy ilyen zsilipszerűség, itt lehet a vizet végleg leereszteni, hogyha nagyon megemelkedik itt az ártéren. És mindjárt szerintem megnézzük, hogy a árterületen túl mi látható. Egyébként nagyon szépen gondozva van ez a terület is. Látható, hogy elég nagy gondot fordít rá, aki a területnek a tulajdonosa, hogy tényleg jó egészséges legyen a legelőnek a minősége. Itt lehet aztán jó zamatos tejet fejni a tehenekből, mi? Gyermeklánchű is ezerrel virágzik. De milyen szép. Hirtelen kiragadtam egyet itt a sok közül. Egyébként már 12 óra elmúlt. Ilyen 10 perccel legalább. Az Ipoly mellett. És ott a messzeségben nézd meg, milyen szépen virágzik ott megint valami fa. Úgyhogy... Valószínűleg cseresznye, mert pásztor valamikor elköpött itt egy cseresznyemagot, és abból lett. Lehet. Gyorsan le is vezettük a történetét. Kicsit közelebbről is mutatom ezt a virágzó gyümölcsfát. Hát, ha már így bele lendültem, akkor hozzá lépek, pár lépése csak. Hát, meg nem mondanám, hogy milyen, de kicsit közelebb megyek a szirmait, hát, hogyha aztán utólag be tudom azonosítani, mert nagyon szép. És javában folyik a porzása. Dolgoznak a kis szorgos méhecskék. Vagy almafa, vagy birsalmafa. Majd otthon beazonosítom, aztán ideírom a kép alá. A választ. Hát szerintem, aki majd itten legelteti az állatokat, az majd szépen leszedi. Érkeztünk a gátra. Aztán jövünk most itt a tetején. Ipoly vece irányába.
és a jobb oldalamon van a szlovák rész, ott folyik az Ipoly, bal oldalamon pedig a Börzsöny, a hátsó lesz, amit láttunk, meg ott van megint az a vizes terület, itt mondjuk közvetlen az út mentén még szintén csak ilyen legelőféleség, ezt a vízügy kezeli, szépen ilyen fehér oszlopokkal ki is van jelölve. A háttérben pedig ugye azok a hegyek, azok még mindig a Börzsöny vonulatai, ott a fáknál meg a Ipoly folydogál, méghozzá abba az irányba, amerre mi is haladunk, úgyhogy a folyással azonos irányba közlekedünk most pillanatnyilag. Még az a furcsa benne, számomra legalábbis, hogy itt másik irányba, mint hogyha fölfele folyna a víz, mert ott mi felénk, az Agyaszántón 60-ba, pontosan ellenkező irányba folyik. Úgyhogy számomra ez egy picit furcsa. Kicsit hallgassuk a természet hangjait. Hát azért innen is egy kicsit, ez úgy látom, gyermekláncfű. Fordul a pitypang, pitypang, úgyhogy így sárgálik a legelő. Minden esetre, mintha az Alföldön sétálgatnánk. Kellemes a környék. És tényleg nagyon rendezett, tehát nem egy elhanyagolt, elgazosodott terület. Látszik, hogy gondozva van. Aztán szépen haladunk itt a töltésen még mindig. Ezek a fehér kövek itt a jobb bal oldalamon. A jobb bal oldalamon 100 méterre vannak egymástól. A jobb oldalamon pedig Ipoly balog. Legalábbis valami ilyesmit állapítottunk meg. A szlovák terület. Ott elő-elő villannak a fák mögül a háztetőknek a cserepei. A madarak szépen dalolnak nekünk, ahogy illik. És szép nagyot kanyarodunk itt a töltésen. A fehér köveket követjük. És megyünk a Börzsönybe. Az egyik hegyen ezzel a kamerával lehetetlenség megmutatni. Olyan, mintha lenne egy kis kupak. Na, az ott a csóványos. Úgyhogy végül is lehet innen látni, csak nagyon messze van. Szabad szemmel azért valamennyire behatároltuk. Az idő az kellemes, füllett meleg van, kicsit párás is, bár most a kép szerintem aránylag tiszta időt mutat. A kamera ennyit szokott javítani a látványon, és vissza is fordulok egy picit, abból az irányból jövünk. Akár előre nézek, akár hátra, mindenfelé egyforma környék. És innen még azért az előbb néztem a GPS-t, 5 kilométernél tartottunk. Hát, még egy ötöt biztos megyünk, legalább, de majd kiderül. Előbbi sárga rét fölfelé haladva átváltozott ilyen fehér, virágos szőnyeggé. Úgyhogy ilyen változékony a környék. Mondjuk, amíg idefelé jöttünk, az út mentén egész végig repcét láttunk mindenfelé. De ezen a környéken abszolút nincs, illetve csak a túloldalon sárgálik. Megint közeledünk egy táblához. Itten lehet átkelni a csatornán, valami levezető rész. Kíváncsi vagyok, hogy hanyadik táblához jutunk, mert az előbb azt hiszem, ha az utolsó táblánk az az ötös volt, vagy hatos, bocsánat, rosszul emlékeztem. Hát ez megint egy olyan köztes tábla, szám nélküli.
De legalább még a tanúsvény megvan. Az is valami. Özön növények az Ipoly völgyben. Zöld juhar, amit itt mutat. És amint hallom, éppen most virágzik. Már nem azt hallom, hogy virágzik, hanem hogy teli vannak. Teli van méhekkel. A fa csak úgy zümmög az egész. Na mindjárt megnézzük a vízpartját is. Picit itt most a napfény zavar, de egyébként szerintem úgy döntöttünk, hogy tartunk itt egy kis elemózsia szünetet. Mondjuk azért lehet látni a sodrását itt a hordalékoknál. És hát azért meg kell jegyezni, hogy nem annyira pici folyó ez. Szépen ki van szélesedve. És a túlparton is ez a juharfa található, úgyhogy szépen az egész légtér zümmög most ebben a pillanatban. Porozzák a bogarak. Nagyon szép ez a folyó. Szép élénk zöld a növényzet a partjain. És ebben az esetben most fordult a helyzet, mert a túloldala lankásabb, és itt a mi oldalunkon pedig hirtelen mélyül. Sejtelmem sincs, hogy milyen mély lehet, de így ránézéssel legalább 2 méter az minimum, ha nem több. Egy kisebb hajóval esetleg lehetne rajta közlekedni. Biztos nem fenekelne meg. Megejtettünk egy kis pihenőt itt az Ipoly partján, és akkor most indulunk tovább. Folytatjuk az utat, akkor a továbbiakban pedig ebbe az irányba indulunk. A környék az továbbra is szép. A napnak az állása változik. Szépen felhősödik is kezdődik, de még mindig elképesztően jó a meleg. És most, ahogy haladunk, milyen irányba megyünk? Meglehetősen neki kellett mindkettőnknek vetközni. Tehát rövid ujjúing. A helyzet ezt hozta most elő. Na, jön a következő tábla. A előző, amit elhagytunk, ott volt ugye a juharfa, a zöld juharfa. És nem tudom, hogy ennek lesz-e száma. Az a tábla számozatlan volt ennek. Se látok számot kiírva. Viszont itt is egy fáról anekdótálnak nekünk. Ez a gyalogakác, amelynek ugye a tulajdonságai, először is, hogy honnan jött, hogyan került hozzánk, és mi a baj a gyalogakáccal. Folyó ártereken terjed. Áthatolhatatlan bozótosokat, árvízi védekezést is ellehetetleníti a tulajdonsága sajnos. Dél-Kelet-Mexikó északi keleti államaiban őshonos. Magyarországon 1907-ből van az első, hogy megjelent. Oda kell rá figyelni, azt írják itt, hogy ne tudjon elszaporodni. És akkor hol van ez az akác? Valahol ott a vízpartján, de most én oda nem megyek be.
Az út egyébként nagyon jó. Most már kellemesen fúj a szél is, talán még zavaró is. Mind a két oldalán a útnak szépen kezelt a terület. Gyönyörű szép fák. Igazán panaszunk nem lehet erre a környékre. Nyílnak a virágok, madarak csiripelnek. Ilyen helyre keveredtünk ma. Elérkeztünk itt megint egy ilyen választási ponthoz. Talán minden igaz az Ipoly Bece. Lehet, hogy nem is így kell mondani. Na, minden esetre. Távolba megláttunk egy újabb kilátót. A Börzsönynek a szélébe. Úgyhogy egyelőre mindent félretéve most azt megnézzük. Tehát elmegyünk odáig. Innen egy olyan jó másfél kilométer még legalább gyalog. Úgyhogy a következő úti célunk. És egyelőre, ahogy így észreveszem, még csak távolodunk az autótól, tehát majd kíváncsi leszek, hogy hány kilométert teszünk meg összességében, de hát azért, ha már itt vagyunk, ennél a kilátónál, csak megnézzük ezt is. A hátterébe pedig a Börzsöny húzódik. Elérkeztünk a második kilátási ponthoz, kilátóponthoz, amit a térképen néztünk a kettes pontnál. Ez csak kettőszintes, viszont elég impozáns a környék, ahová építették. Amint látom, beton lábakra lett helyezve, ami arra utal, hogy nem mindig ennyi könnyen lehet közlekedni. Száraz lábbal haladok, de van az esetben, amikor kijönt a folyó, akár még a beton láb magasságát is elérheti. És messziről nem tűnt ilyen szépen megépítettnek, de ahogy haladunk közelebb, egyre impozánsabb. A háttérben úgy látom, nagy kócsagok repülnek. Ráadásul vissza is kell itt húzódnom, mert úgy tűnik, hogy itt azért rendesen kint szokott lenni a víz. Itt van egy ilyen pápos rész. Előbb még kagylót is láttam. Na, szóval így néz ki a torony. Előtte víz is van, és mindjárt fölmászunk rá, és megnézzük föntről is, hogy milyen a panoráma. Most már lehet látni, hogy miért ide tették ezt a kilátót. Vizes terület van előtte. Ezt lehet látni. Mögötte pedig a Börzsönyt. Hát túl sokat nem is beszélek, mert lehet, hogy tényleg semmi nem hallatszik vissza kameránál. Kicsit bekever a szél, de amúgy nagyon szép a kilátás. Figyelj csak, hattyú van benne a vízbe, ott úszik a, nem tudom mennyire látod. Kettő hattyú is van. Ja, látom, ott a bokrok között. Aha. Ez viszont sokkal közelebb van a vízterület, mint amott. Igen. Szóval hattyúk vannak. Kisebb is. Előbb nagy kócsagokat láttunk felszállni. Megnézem a másik irányt. Itt, amit mindenképpen kiemelnék a látványba, ugye a gyönyörű táj, illetve ez a gyönyörű sok sárga virág, ami emeli a kilátást, a színvonalat. Talán nagyon jól harmonizálás. Mindig ezt szoktam mondani, a kék ég, meg a zöld fű, meg a sárga virágok nagyon jó összhangban vannak.
jövök a másik irányba. No. Tamás beszorította magát itt a kilátóba, de nem igaz egyébként. Abból az irányból jöttünk, mondjuk lehet látni itt a keréknyomokat. Tamás, hogy mennyire szűk. A másik ennyi hely volt, pont befűtölte, így a tanul. Az meg a szárcsa, aminek a hangját hallod. Fekete madár. Tehát először azt mondtam, hogy mi a fenének ide tették ezt a kilátót, de aztán meg kell jegyezni, hogy nem is olyan rossz helyen van ez. Ott a fáknál pedig az ipoly folyik, amiből itt most sokat nem látni, viszont ugye ez a zárt területe, úgyhogy nem is olyan rég, néhány hónappal korábban nem kizárt, hogy kint volt a víz. Jó megáztatta ezt a területet, aztán ilyen szépen hálálják most meg ezek a virágok, ilyen gyönyörűen virítanak itt a területen. Megfordultunk, jövünk visszafelé a kilátótól, és ebből az irányból így látszódik az ipoly. Itt az éjjelre már van civilizáció, szóval kint vannak a horgászok. Előbb egy cross motoros is jött a töltésen, és most így haladunk szépen vissza. Most már, ha minden igaz, körülbelül a 10. kilométernél tartunk, és ha minden igaz, most már közeledünk az autó irányába, vagyis hát elkezdtük azt a folyamatot, hogy nem távolodunk tőle. És még most ipoly vecénél vagyunk. Remélem jó ejtem ki ezt a falu nevet, ha nem majd utól, akkor korrigálom. És akkor innen kell majd még vissza sétálnunk szépen a kiindulási pontunkhoz. Honnan is jöttünk? Dejtár. Elnézést kérek, de mindig elfelejtem. Majdnem olyan, mint a Dejtár, csak itt meg kell jegyeznem még ezt a település nevét. Hát soha nem jártam még itt. Nógrád megyébe vagyunk egyébként, aki nem tudná. És akkor Dejtár a célunk, úti célunknak a vége, ahol az autót hagytuk, és ott a gólya. Hát megijesztettük a gólya pajtást. Talán ha nem állunk meg, akkor semmit nem reagál rá, de így elszállt. És akkor megyünk egyenesen, instrukció szerint. Egyébként ezen a környéken tábla is mutatta, itt a fekete gólyák is honosak. A fehér gólya az falusi madár, bent lakik a faluba, kéményeken, villanyoszlopok tetején. Fekete gólya viszont kimondottan kerüli a embereknek a közelségét, úgyhogy ő inkább ilyen erdősávokba húzódik meg. De ott is azokon a részeken, ahol lehetőleg ember nem jár. Mi pedig megyünk tovább a töltésen. Elkaptunk itt egy gólyát. Túlságosan nem fog érvényesülni a képen, de azért rajta lesz. Itt már most talán azért, mert a töltésen megyünk, meglehetősen zavar a szél. Inkább a hangnál lehet majd észrevenni, de még lehet, hogy nem vészes. Milyen szépen jön itt a élvezi a légáramlatokat. Szép madár az már biztos. Igazából nem is tőlünk tart, hanem csak úgy szépen elrepült a fészke irányába. Mi pedig felfedeztünk itt egy függőhidat. Ez a ipolynak egy ilyen mellékága. Valami. Nem is tudom, hogy mi a
talán ott a túloldalán van egy tábla, abból lehet, hogy többet megtudunk, nem annyira klasszikus. Látszik, hogy mostani időszakban épült valamikor, de azért csak függő híd ez. Mindjárt megnézem közelebbről, és természetesen, ha már itt vagyunk, akkor át is kelünk rajta. Egyébként úgy látom, hogy mikor lentebb van a víz, akkor hát még motorral is ment át már rajta valaki. Én minden esetre most átmegyek a hídon, ami elég van neki mozgása is. Ja, most vagyok a közepén, és innen visszatekintve abból az irányból jöttünk, illetve arra is folyik a víz, és érdekesen alakulnak a folyások, mert azt mondtam, hogy az Ipolyból folyik ki, de lehetséges, hogy tényleg onnan, csak nem abból az irányból, ahol én mondtam. Nem tudom, mennyire látod, ott van a messzeségben bent a szürke gém. Közben egy Tamásnak mutatom, hogy bent van egy gém a vízen. A szürke gém, csak sajnos elég messze van. Helyi vállalkozók, a fiatal motorosok pedig itt járnak át a vízen. Milyen vagányok. És én még a függőhíd. Nagyon király. És van itt egy térkép. Ezt azért megnézzük. Ugyanaz a térkép, amit már eddig nem egyszer láttunk. Innen indultunk el Dejtáról. A célunk először is megmásztuk ezt a háromszintes kilátót. Aztán itt jöttünk el szépen végig ezen a piros nyomon. Jöttünk. Nem tűnik olyan soknak. És ide érkeztünk el a előbb itt voltunk még fönt ezen a kilátón, szépen látszik is rajta a beton lábazat, és mi nem mentünk tovább, hanem visszatértünk ide, és most Ipoly Vece mellett haladunk, és itt haladunk ezen a kis ágon, most jöttünk át a függőhídon, itt mondjuk nem látom a függőhídnak a jelölését, de valahol itt vagyunk ezen a részen. Itt egyébként szürke marhák is vannak talán. Az előbb láttuk ezt a gólyát. És hát az úti célunk, ugye ha itt megyünk tovább, akkor rövidesen visszaérkezünk majd itt a hármas kilátó közelébe. Szükség is lesz erre, hiszen a kocsit itt hagytuk valahol ezen a részen. Szóval röviden ennyi. És akkor majd az utunkat abba az irányba folytatjuk tovább. Adunk itt a töltésen végig, és akkor egy ilyen nünükével futottunk össze. Éppen mintha táplálkozna. Kicsit tehetetlen szegénykém, de azért nagyon szép. Akkor a potrokkal hogy közlekedhet? És itt vagyunk a töltésen, ugye ezt mutatom. Hát, ilyenek is vannak erre. Találtunk egy csapást befelé. Eddig a töltéssel jöttünk abból az irányból, illetve abba az irányba haladtunk. Találtunk itt egy csapást. Egyébként is ebbe az irányba kellene most már haladnunk. Le kell vágnunk azt a részt, és hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. Kísérletezünk aztán, vagy bejön, vagy nem. Egyébként itt láttam ilyen elkerített részt is a messzeségből, olyan karánszerűséget. Lehet, hogy időközönként be vannak ide
akár szürke marhák, akár birkák, vagy valamilyen állatok kerítve. És egyébként ott a három emeletes kilátónál is ugye volt az a rengeteg trágya, meg a oszlopok kirakva. Úgyhogy így most visszagondolva, nem is biztos, hogy szarvas marhák voltak ott tartva, hanem szürke marhák, csak ugye azt nem láttuk. És ezért mondtam először. De a fotón viszont az látszott, a térképen meg egyéb helyeken feltüntetve, hogy szürke marhákat tartanak erre. Úgyhogy inkább az a valóságos. Most azért inkább nem lesz itt semmi, de mivel hogy erre rövidebb az út, mindenképpen erre jövünk. Van itt valami meder, átjárható, nincs vele gond. Úgy látom, még motorral is szoktak itt közlekedni. Mi is átjöttünk. És itt a karán, ami eléggé ilyen elhagyatottnak tűnik. Olyan, mintha az Alföldön lennék, esküszöm, ha nem lenne ott mögötte a Börzsöny, akkor teljesen olyan a hatása. Itt van, tessék, gyönyörű nagy pusztaság. És a mi út irányunk pedig, ha minden igaz, akkor ott a erdősávon túl lesz majd. Úgyhogy ott valahol átmegyünk a fák túloldalára, ott kell lenni a nádasnak, meg egyéb érdekességeknek, amit majd ott meglátunk. A pásztor, aki őrzi a szürke marhákat, ilyen klassz helyeket tud magának kiválasztani, mint ez a két fa. Messzeségben ott is szaladt egy őz, mondjuk a kamera lehet, hogy fölvette, de szól a többieknek, sajnos mire odaérünk, már nem lesz belőle semmi. Minden esetre én megcéloztam ezt a két ilyen napernyőszerű fát. Ez itt a pusztaságba. Mutatom, hogy hogy néz ki a puszta. Messzeségben még egy gémes kút is van, de alig lehet észrevenni. Szóval a pusztaságban ez a két fa, mint egy oázis, adja itt az árnyékot a nyári nagy melegekbe. És az előbb mondtam, hogy van itt egy erdősáv, hogy itt közelebb érünk hozzá. Hát kicsit eltúloztam az erdősávot, mert ez inkább egy átláthatatlan erdőnek tűnik. De azért úgy látom, az aljnövényzet nem nagy, úgyhogy kényelmesen át tudunk majd rajta baktatni. Lombozat még nincs, vagy csak alig. Mondjuk kicsit beljebb azért már sűrűsödik. Úgyhogy nem tudom, hogy hogy lesz, de valahogy jó lenne átjutnunk rajta kisebb erőfeszítéssel csak, tehát hogy ne nagyon itt a utolsó pár kilométert már azért ne terheljen meg minket nagyon. Úgyhogy most keressük a jobb átjárhatóságot. Egy újabb kanyarulás után elérkeztünk a vasút vonalhoz, és most egyelőre itt megyünk a sinek között. Már csak arra kell figyelni, hogy ugye erre azért jár vonat is, ha nem minden percbe is, hogy lehetőleg elkerüljük egymást. Nem használna az egészségünknek egy vonatos találkozás. De innen még azért egy, mit tudom én, 500 méter, vagy lehet, hogy egy picivel több, és akkor elérkezünk arra a helyre, ahol letettük az autót. Nem 100%-osan úgy alakult a útnak a vége, ahogy terveztük, nem itt akartunk kiukadni, csak olyan sűrűnek találjuk az erdőt, itt mutatom oldalt, hogy ezt mindenképpen nem akartuk megkockáztatni, hogy ebbe a szúrós, bozótos részbe behatoljunk, úgyhogy inkább vállaltuk ezt az egyszerűbb, de csúnyább szakaszt. Aztán visszajönünk az autóhoz, és ott majd még eldöntjük, hogy befejezzük a mai napot, és
indulunk hazafelé, vagy még egy kicsit időzünk a közelébe. Ez majd addig kiderül. Az időjárás egyébként még jó, most a nap elbújt, a szél a mérsékeltől egy kicsit már erősebb, de kellemes, most így jó esik, hogy egy kicsit hűsít minket. Mondjuk egy kicsit el vagyunk már fáradva, a megtett kilométert már is mondom, idáig mennyi. Azt mondja, 13,6 kilométer a mostani utunk idáig, úgyhogy hát meglátjuk, ha visszaérünk a kocsihoz, mennyi lesz. Elérkeztünk itt egy elágazási ponthoz megint. Itt most vissza tudunk, lehet sétálni a Nádnak a széléhez. Meg a vasútról most kanyarodtunk le ebbe a pillanatba. Ez egy új ültetés lesz majd. Szerintem itt még nincsen semmi, csak a kerítést csinálták meg. Föl van ott belül szántva, aztán majd szerintem oda telepíteni fognak valamit, nem is az a lényeg. Lehet, hogy most egy olyan rész következik, hogy nem tudunk tovább haladni, de kíváncsiságból megnézzük. Tehát a célunk az, hogy körülbelül eljussunk a háromszintes madár megfigyelő helyre, amit már egyébként a messzeségben az előbb lehetett is látni. Hát az végül is vagy sikerül, vagy nem. Ha nem, akkor visszafordulunk és megyünk az eredeti terv szerint. Ha meg erre is el tudunk menni, akkor rövidítettünk egyet. Ez majd mindjárt kiderül. Egyébként itt lehet látni, hogy kiszedték a sok fának a gyökerestől kitépkedték itt. Hát, ha minden igaz, erre kéne elkanyarodnunk. Nem tudom, hogy lehet-e, vagy nem. Van út, úgyhogy megpróbáljuk. Szóval itt a bekerített rész szerintem ugyanilyen erdő lehetett, mint ami itt van mellettem. És megszüntették. És ilyen gyökerei vannak a fáknak, nem túl szép. Gondolom, hagyják itt áztatni még egy darabig. Eső lemossa majd a földet róla. Összevagdossák, aztán valakinek jó lesz majd tüzelőnek. Egyelőre megyünk egyenesen. Kiérkeztünk ide a Nádnak a széléhez. Mert vagyunk a nyárfa erdő, vagy valami ehhez hasonló, lehet, hogy nem nyár, de valami olyasmi. És akkor itt megint lesz majd egy ilyen, nem is egy, hanem több ilyen madár lesőhely. Mondjuk ez, ami itt van, előttem levő, elég magas építésű, nem olyan alacsony, mint a másik, viszont itt gondolom, hogy jobban át kell látni a Nád fölött, ezért csinálták magasabbra. Hát mindjárt odaérünk, aztán megnézzük, hogy mit lehet belőle látni. Na, közeledünk a megfigyelő helyre. Hát nem gyenge. Na, kell hozzá valami pilóta engedély, hogy föl tudjunk rá menni, mert olyan magasan van, hogy itt már azért komoly vizsgákat kell tenni tériszonyból. Mondjuk egy erős szélbe biztos lenget is. A létre is olyan, mint hogyha elfogyott volna az anyag, mikor építették. Van hozzá egy csomabála, tehát arra is jön. Hát nem is tudom. Bevállaljam-e, hogy fölmenjek. Mindjárt megpróbálok valamit kreálni. Na, egy kicsit neki lendülök. Remélem, hogy még ma fölérek. Mi a fenének csinálták ezt ilyen nagyra? Sőt, a jó Isten se tudja, hogy biztonságos ez, vagy nem. Egyelőre nem mondok semmit. Biztonsági zár van rajta. Ja, kopogás. Nehogy valakit meglepjünk itt. Biztonsági zár nyílik. Szőnyeges. Hoppa. Óvatosan kell ám itt jönni.
és valójában ennyi. Még a darásfészkekre is oda kell figyelni, hogy nem van véletlenül. Úgy tűnik, hogy nincsen. És akkor nézzünk egy kilátást. Hogy is kell ezt csinálni? Azt mondja, hogy fölnyitjuk. Ja, látom. Egy kilátási pontot már is létrehoztam. És innen, amit lehet látni, ugye hátul a Börzsöny, hatalmas nád terület, a messzeségbe pedig a hármas kilátó, madár megfigyelőhely. Hát ez szerintem nem madaraknak készült ez a óriási vadászles, hanem inkább ilyen őzeknek, mi járhat még itt, esetleg vaddisznó, sakál, hát valami ilyesmi. A túloldalon, ahol sárgálik a repce, az pedig már szlovák oldal. Valahol ott folyik az ipo is. Többet nem is nyitok ki több ablakot, elég erős a szél is. És egy pillanatra letekintek, illetve még egyelőre csak előre. Még erre sincs semmi különleges látnivaló. És a mélység, ami alattam van, Tamás pihen lent. Szóval ilyen hely. Bejött a képbe egy cserebogár. Ezek röpködnek itt a fejünk fölött reggel óta. Közelről így néz ki. 100-200 méter, aztán elérjük az autót. Talán, ha minden igaz, akkor úgy döntöttünk, hogy eléggé elfáradtunk, körülbelül olyan 15 km jöttünk a mai napon. Ez majd a kocsinál egészen pontosan ki fog derülni, és végül is akkor majd úgy tűnik, hogy elindulunk hazafelé rövidesen. Azt majd azért onnan megmondom, szép nap volt egyébként, és ott a messzeségben egy gólya szállt föl. A kamera nem igazán látja, csak így mondom. Ezek már itt, amit mutatok, ezek ilyen vízi növények, valami sás, vagy a franc tudja, hogy mi. És akkor a táj úgy alakul, háttérbe csóványosi kilátót is lehet látni valahol, meg a Börzsönyt. Itt pedig a közvetlen környezetünk, ez nem annyira látványos. Erdőt folyamatosan szedik kifelé, gyökerestől, mindenestől, és itt most ez látszódik. Akkor lassan vissza is érkezünk a reggeli elindulási pontunkhoz. Ez volt a kettes tábla, ahol kezdődött a mai túránk. Reggel 9 óra környékén indultunk el. Mindenesetre, aki a mai filmet végig követi velünk együtt, megköszönöm a figyelmet. Ugye itt a kettes pont, onnan elindultunk, és akkor nézzünk egy picit a út adatainkra is. Tehát azt mondja, hogy 133 méteren állok, 15,5 km a megtett távolságunk. Úgyhogy akkor köszönöm mindenkinek a figyelmet, aki ma velünk végig sétált itt Dejtártól. Üdvözlet, sziasztok!